Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Tartalmas rádióhallgatást kívánok! Bár épp csak elindult május, a koranyár, mi ma egy olyan művészembert hívtunk az ötösbe, aki a jéghátán is megél. Az egyre nehezítettebb filmes és színházi pályán ő univerzális alkotónak számít, hol színészként, hol rendezőként díjazzák, vagy egyszerre mindkét minőségében, de emellett író, operatőr, producer, vágó, néhány hete pedig megkapta a filmkritikusok díját, méghozzá a férfi epizód alakítás kategóriában. Egyenesen két filmben is, a békeidőben és a becsúszó szerelemben nyújtott alakításokért. Az ötös vendége, Hajdu Szabolcs. Szép jó délelőttet üdvözöllek, Szabolcs. Köszönöm szépen a meghívást. Szabolcs, majdnem kicsúszott egyébként az, hogy filmrendező, mert hogy hát, ha Hajdu Szabolcs, akkor automatikusan működnek azok a sablonok, amik ugye a névjegykártyán is általában szerepelnek, amik voltak névjegykártyák, hogy Hajdu Szabolcs filmrendező. Na most ehhez képest 2010-ben egy interjú, olyan címmel jelent meg, hogy nem tartom magam rendezőnek, én filmeket készítek. Habitusból mondtad, hogy nem vagy az a rendező alkat, aki mondjuk utasít, aki, ö, aki beállít csatasorba művészeket, hanem igazából háttérember, segítő, csapatjátékos is közben. Hát igen, ezt, ezt azért mondtam, mert én folyamatosan próbáltam én is magamnak megtalálni, hogy mi az én szerepem és pozícióm ezekben a közösségekben. És jó sok idő eltelt, mire én arra rájöttem, hogy én, én valójában tényleg nem vagyok egy vezető típus, vagy rendező típus. Nekem ez jutott. Ezt, ezt hozták a különböző helyzetek, hogy nekem ezt a szerepet föl kellett vállalnom. Az nem igaz, hogy nem szerettem volna saját autonóm dolgokat létrehozni. De valahogy mindig volt egy konfliktus, a vágy, és a megvalósítás között, hogy van az emberben egy nagy ambíció, hogy hm, elképzelek egy filmet, vagy elképzelek egy történetet, és milyen szép, lenne azt, milyen szép lenne, hogyha az manifestálódna. De hát ezt meg kell valósítani, és az egy gyakorlati embert ö, ö, igényel. És én nagyon nem vagyok az. Tehát se szervezésileg, én, én, nagyon, tehát én nagyon gyenge szervező vagyok, és, és nagyon sok időbe telt megtanulnom embereket, hát instruálni, színészeket instruálni, egyáltalán kommunikálni velük, és úgy kommunikálni, ahogy az az én ízlésemnek is megfelel. Tehát egy olyan vezető, vezetési metódust megvalósítani, ami nem irritáló. Mert általában engem azért színészként nagyon sokszor irritáltak rendezők. Persze ez most tanában már kezd átfordulni, tehát az a vezetési stílus vagy rendezői rendezői stílus, ami mondjuk a 2000-es évek végéig jellemző volt, az átfordulóban van, tehát már nem hiszem, hogy hogy szabadna úgy kommunikálni. És ezzel tulajdonképpen generációváltás is van. Tehát nagyon erősen a színházi életben megjelent a 20-as, 30-as generáció is. És valahogy ők éppen ellenkezőleg, mint ahogyan azt a sztereotípiák is diktálnák, valahogy egy higgadtabb és partnerebb viszonyt alakítanak ki a színészekkel, a művészekkel, mint általában a középgeneráció. Akik szint, vagy, a, vagy az idősebb generáció, akik generációról generációra hord ezt az aláfölé rendeltségi viszonyt, hogy én vagyok a direktor, a főnök, te pedig az én utasításaim szerint azt mondod, vagy azt csinálod, amit amit én mondok, én diktálok. Igen, ez így van. Vannak persze kivételek. Igen, de ez nagyon nehéz dolog, mert ha nincs egy főfelelős, és az ember nem vállalja föl a, a döntéseket, és folyamatosan ezt megosztani akarja, tehát a, a hárítani, a többiekre rakni, akkor akkor nem nagyon. Tehát én azt veszem észre, hogy, hogy nem tud olyan hatékonysággal működni a dolog. Tehát egy főfelelősnek mindenképpen kell lenni, és, és adott ponton pedig nagyon fontos, hogy az ember erélyes is tudjon lenni. Az nem jelenti azt, hogy erőszakos. És ez nem jelenti azt, hogy embereket mondjuk meg kéne alázni, vagy meg kéne büntetni, hogyha valamit rosszul csinál, vagy, vagy nem. Nem a, nem az elvárásnak megfelelően végzi a dolgát. Ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, én látok ilyen csoportokat, akik megrekednek emiatt, hogy túlságosan, túlságosan demokratikus, a, tehát, hogy nem lehet minden döntést szavazásra bocsájtani, főleg aztán egy forgatáson, mert ott öt percenként kell döntéseket hozni, és egy személyben. Ezért is jó, és hát tapasztalatból, talán tudat alatt is alakítottad ki azt a rendezői kommunikációt, amit már fiatalkorban, tehát mondjuk a főiskolai nem felvételitől, mert ugye színész szakra jelentkeztél, ott akkor nem nyertél felvétel, de egy hónap múlva te már színészként benne találtad magad egy filmben, tehát tulajdonképpen idővel a kamera mindkét oldalán álltál, és megtapasztaltad addigra már, míg a rendezői székbe beültél képletesen, hogy mi az a kommunikációs mód, amit te szívesen fogadsz, mint színész? Tehát Színészbarát rendezőként is tudtál partnerviszonyt kialakítani? Igen, egyébként én annyira, én megszoktam ezt, és ez nagyon furcsa, hogy ezt mondom, de mm, én a szocializmusban szocializálódtam, és nagyon furcsa közösségekben, tehát például a tornász közösség egy Hát egy rólad szimpatikai... is szól a te történeted is, az a fehér hát valamennyire, tenyér, igen, ami emblematikus, és annyira emblematikus, hogy képzeld el, én ma reggel szörfölgettem, és az egyik televízió műsorban Trokán Nórát láttam felbukkodni, hmm. és hogy, hogy nem, egyszer csak előkerült a te neved, és Hajdú Szabolcsnál mindig felvetődik, hogy a fehér tenyér, mellesleg a Biblioték Pászkál, hogy Nóra is mindkét filmed imádja, emblematikusnak tartja. Tehát ez valahol a te történeted is, és szerintem ez az a film, amit évről évre mindig meg kéne néznünk, mert újabb és újabb rétegek rakódnak rá, ahogy a társadalmi problémák is felgyülemlenek, tehát hogy milyen is ma tornarendbe állni, csatasorba állni, és milyen lelki fenyegetettséget él meg az, aki egy picit a sorból kilóg akár egy lábúj hossznyival is. Hát igen, Elébe a... mentél sok sok mindennek. Tehát hát a... De igen, a, a nagy tudatlanságomban egyébként, mert nagyon fiatal voltam, amikor <laughs> ezt a filmet csináltam. Éreztem azt, hogy ott azzal nekem van valami dolgom ezzel a történettel, hogy én a tornász élményeimet vagy emlékeimet én nem nagyon osztottam meg senkivel. Amikor én a bajtom a tornát, utána én éveken keresztül arról egyáltalán nem beszéltem senkinek. Nagyon sok minden másról nyitott voltam és kommunikáltam. De erről nem ezt egy eltemettem, és amikor elkezdődött a film előkészítés, vagy felvetődött az, hogy én, én, ebből filmet csinálok, akkor rájöttem arra, hogy erre én nem vagyok fölkészülve egyáltalán, de már benne voltam. Tehát ez, láttam azt, hogy ez végtelen mennyiségű topik, és, és és metafora lehetőség, és sok minden más, amit tudom, hogy ki tudnék valamikor jól fejezni, de nem vagyok rá még kész. És el kellett kezdem ezt a filmet így ebben az állapotban, és, és ilyen gyors tarpalóba próbáltam behozni az, a, a, azt a, az a információ és tudás hiányt, egyébként ami a filmkészítéshez is kapcsolódik, hogy, hogy egyáltalán valahogy kisüljön belőle valami. Tehát az, hogy elkezdtem, hogy megtaláltam azt az ötletet, hogy, hogy, a, hogy igazából csak összehasonlítunk dolgokat, ez talán egy ilyen menekülő út volt, hogy összehasonlítjuk mondjuk a, a gyerekkort a felnőtt kor, korral, tehát egymásra tükröztetjük, vagy a, a, a szocialista rendszert a kapitalista rendszerrel, a jelent a múlttal. Nyugatott a kelettel, a művészetet a sporttal, tehát ezek, ezeket így folyamatosan egymásra tükröztetjük, és ezáltal, hogy ez a két, mindig két dolog egymásra van, egymás mellé van téve, mindig kidob egy gondolatot, ami már szerencsére több, mint amit én tudok a dologról. Tehát a film az, az több lett, mint, vagy bizonyos szempontból több lett, mint én akkor én erről az egészről tudtam. És, és, visszafelé hat, és engem is tanít valamilyen szinten. Persze, tele van hibával, én nem bírom végignézni, mert annyi, annyi benne az ilyen sutaság, meg szerencsétlenek. Fel is törnek benned az emlékek? Mert az alkotói folyamat közben, mondjuk a vágószobában, újból gyerekké váltál. A debreceni gyermekkorodat hozta vissza mindaz, amit addig már leforgattatok, ugye hát öt éves korodtól nyolc éven át, te is álltál ebben a tornasorban, neked is volt egy Mester-tanítvány viszony, és hát azért voltak fegyelmezések, és, és lehet, hogy nálad is elcsattantak azok a bizonyos csapások. Nem lehet, hanem ez, ez így volt, benne van a, benne van a filmben is, a filmben még nincs is annyira benne, mint amennyire a a, valóság, mint a, a valóságban volt, de hát mennyi is telt el a fehér bemutatója óta? Hát vagy tizen... 15 év, vagy még több is. De hát most kerülnek elő ezek a történetek. Igen. Ö, tehát nagyon elébe mentél az úszóknál, a, 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 a Szilágyi tehát, liniána és Hát igen, sokan, és még, igen. Még, még, még mindig, mind, tehát olyan, mint hogyha, olyan, mint hogyha minden nem tanulnánk ment, ezt meg? Mi Mitú me a lelki, fizikai terrorizálások, tehát, tehát, ezek még nem voltak akkor beszéd témák, hát vagy nem voltak igen, azt hiszem, hogy nem. Igen, azt hiszem, hogy nem, és talán akkor még nem is nagyon vette így senki komolyan. Emlékszem rá, hogy hogy ugyanabban a helyzetben találtam magamat, mint azok az emberek, akik mostanában előrukkolnak ilyen történetekkel, hogy egyrészt nem hisznek neki, másrészt az, hogy... Vádozathibáztatás. Hogy, igen, hogy, hogy hát... Miért hagyod Miért meg, hagyta igen. vagy. És kellett bejárjak a tévébe, és mondani a na, mit tudom én az olimpiai bizottság vezetőjével, vagy a szövetség elnökével egy ilyen beszélgetésben, hogy már pedig ez így, és ők pontosan tudták, hát ők is tudták, hát egyben nőttünk föl, hát edzőtáborokon mindenki látta a másikat, láttuk a másik edzőjét, és hát a, 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 az öltözőkben arról folyt a diskurzus, hogy, 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 hogy kinek az edzője keményebb, és ki Ah, hát, ja, hát a te edződ, az izé, hát a miénk az izé bordásfalfokkal verte ki a gyereknek mm. a fogát, úgyhogy. Tehát <coughs> tudta ezt mindenki. Ö, mm, de nem volt nekem ez a cél, nem, nem, nem célom volt ez. Olyannyira, de... hogy ez nem is a bemutatkozó film volt ez sorrendben a harmadik nagyjáték erről volt. Tehát nem volt, nem, nem volt célom egyáltalán leráncsom a leplet erről, mert azt gondoltam, hogy ez. Én azt gondoltam, hogy ez természetes, és erről mindenkinek tudomása van. Tehát én egy burok, burokban éltem. Én akkor lepődtem meg, amikor mindenki ilyen elkerekedett szemmel nézett rám, amikor meséltem mondjuk ezeket a történeteket. És aztán a filmnek milyen hatása volt, ha te magad igen. is egy filmnek készítetted, és kevésbé hitted azt, hogy ez ilyen nemzetközi utat jár be, hogy hirtelen ennyiben 30 ország veszi meg és vetíti, és járni kell közönség közönségtalálkozókon. Igen, igen. hát mondjuk ezt a részét kedvelem a legkevésbé, de... Menekültél is egyébként, hát, nagyon sok esetben filmbemutatók hát, után nem voltál az a parti arc. Igen, ezt nem nem, nem, szeretem. nem szeretem. Hát igen, meg mindig is féltem. Mi van már egyébként a film főszereplőjével, az öcséddel, Zoltánnal? Hogy ő Kanadában edzősködött, és. Hát ő, ő most. A, tehát, hogy igen, Kanadában edzősködött, aztán elment a du Soleil-be, Montrealba, és akkor uh -huh. utána kiment Las Vegasban. Las Vegasban szerződésben volt hossz, évekig, játszott a Szigdűszölej K előadásában, és most amikor ott, azt ott hagyta, akkor elment személyjegyzőnek, és, és most producerként uh -huh. dolgozik, most csináltak éppen, most fejeztek be egy, egy azt hiszem, osztrák-amerikai osztrák filmet, Egyszerűen megméretkezés volt ez film Vászlón színészként? Neki? N Nem. Aztán ő, ő egyébként egy nagyon uh, uh, hatékony uh, filmszínész, mert uh, azt hiszem, hogy az összes film, amiben ő játszott, játszott vagy négy-öt filmben, az mind ilyen Káni ért meg. Tehát, hogy ő Aha. benne volt a Karolin Strube nevezetű belga nőnek a trilógiájának, ő volt a főszereplője, és ez mind, mind ott a korszetten lett bemutatva. De ez a hajdozoltán és Hajdu Szabolcs <laughs> munkakapcsolat, ez, ez, akkor egyszeri volt, és, és azóta, azóta nem, nem fordult meg a fejedben? Mert messze, vagy, van Amerika. Messze, van. Messze van. Messze van Amerika. Egyszer közel volt, mert hmm. amikor volt egy kis pihenő időszakod, és akkor megint finoman hmm. fogalmaztunk, akkor te is Las azba helyezted ki a bázist, akkor egy kicsit eleged volt talán hmm. a szakmából, és akkor valami B-opciót gondoltál. Nem, hmm. A szakmából volt elegem. Nem. Nem, akkor voltak a választások 2010-ben. 2010-ben, és, és, rossz előjelek voltak. Én nem nagyon szoktam így megkérdezni embereket arról, hogy hogy döntsek, de teljesen elbizonyítottam, hogy most mi a teendő, miután, a, miután itt a Fidesz megnyerte a választásokat 2010-ben és megkerestem azokat az embereket, akik, akikben akkor megbíztam. Az egyik az Jancsó volt, Jancsó Miklós, és, és megosztottam vele a kételjémet, hogy most mi a francot fogok én itt csinálni, vagy fogunk mi itt csinálni. És nagyon egyszerűen azt válaszolta, hogy menekülj. És ez volt ugye tavasszal, én, a, én, én már nyáron készítettem elő Amerikában a terepet a családnak, és augusztusban már ki is mentünk családilag, és akkor úgy volt tervezve, hogy ott is maradunk. Kibéreltünk egy lakást, és elkezdtünk előkészíteni egyből egy filmet, ott sikerült is találnunk támogatókat, gyógyszergyáros, fénycsőgyáros. És voltak biopciók, hogyha esetleg a szakmai vonal nem működik, akkor, akkor esetleg egy takarító cégben hát, tud, bármi, dolgozni. Igen, és... nekem nem esik le a karuk az ujjamról ilyen szempont, sőt élvezem, mert az egyrészt a fizikai munka az, az távol tartja a depressziót, uh -huh. másrészt, másrészt, meg élményanyag. Ö, ami... Amit be tudsz aztán dolgozni. Igen, nekem ez mindig... Film, történik forgatókönyvekbe. Mindig csodálatos. Nekem a világ az, az minden, minden szegmense alapvetően nagyon nagyon érdekes. Élvez, én, én, én élvezem, élvezem, élvezek elmerülni ezekben a közegekben, és egyből látok történeteket, karaktereket, és ezeket rögtön el is kezdem gyúrogatni automatikusan. Voltak ilyen élmények kőművesként is, amiből aztán készült valami fajta történet? Persze. Volt, volt, volt egy kőműves időszak is. Há, igen. Persze a Gámán nap című eh, színházi előadásunknak most abból már filmet is csináltunk. Abban az egyik karakter az teljesen abból a közegből lett merítve, vagy abból rak, raktuk össze, vagy raktam össze. Szóval mindig vannak B-opciók, de hát akkor ezek szerint 12 éve és mindig 4 évente a választáskor, vagy a választás előtt van egy olyan időszak, amikor olyan késeléti állapotban is vagy? Tehát ez, ez most is volt? Vagy most, most is van ezekben a hetekben? <hállt> hát most is persze, de hát erre már azért én egy régóta készülök, meg más. Hát én egy. Már eleve, eleve úgy raktam össze a, a dolgaimat, hogy, hogy sok minden ne függjön attól, ami itt történik. Tehát minden szempontból tényleg független legyek. Mert itt lehet azt mondani, hogy független színház, de a független színház az nem független. Meg lehet azt mondani, hogy, hogy bizonyos szempontból független film, azt se tud, az igazából független, nem tud lenni semmi. Bizonyos függőségeket le lehet le lehet választani. Tehát, és az, hogy például én leválasztom a, a regnáló hatalomtól való függőséget anyagilag, az már egy, egy, egy helyzet, ami, ami, ami igazából felszabadító. Felszabadító, mert nagyon frusztráló az, hogy csak onnan tudsz bármit kapni. És ezen múlik a, 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 az életet. És milyen kompromisszumoknak vagy alárendelődve, hányszor nyúlnak bele a forgatókönyvedbe? Hát, vagy bele sem nyúlnak már, tehát, hogy egyszerűen nem. Te 2014-ben húztál egy határvonalat, hogy akkor onnantól te az állami finanszírozással és film, tehát az állami filmkészítéssel megszakítod úgy a kapcsolatot, hogy nem, nem nyújtasz be pályázatokat, és megpróbálsz erre a független ö, síkra térni. Igen, ez egyrészt magam miatt, és egy elvi kérdés. Én azt gondolom, hogy az ilyen rendszereket ö, az opportunizmus tartja fönt. Ö, most a választások után is kiléptem az utcára. Én az Új városban lakom. Kiléptem az utcára, mosolygó, kávézó emberek. Mm -hmm. a terra, ment teraszokon ment tovább az élet én nagyon és ők, ők járnak a mi előadásainkra nézik a mi filmjeinket meg se rezdült senki nem senki, de hát mm. alapvetően nem, nem érződött ez én pedig úgy éreztem, hogy meg már egy ideje úgy érzem, hogy, hogy az identitásomat vagy kiraboltak hogy el, ezt, ezt, ezt elvesztettem. Az embernek az identitása az kapcsolódás valamihez, egy kultúrához, egy koncepcióhoz, egy közösséghez, amihez hozzá tudsz adni valamit. És én elkezdtem azt érezni, hogy ez én már egyre kevésbé tudok hozzáadni, amivel azonosulni lehet. Én elkezdtem azt érezni, hogy ezzel én egyre kevésbé tudok azonosulni, ami mondjuk itt. Magyarországon történik, és ehhez már nagyon kevését tudok én hozzáadni, hmm. hogy akarok hozzáadni valamit. Tehát azokat az energiákat, amik bennem vannak, nem akarom odaadni, odaadni már. Ez a művész dilemmája is, hogy milyen hatásfokot értem én el eddig, hogyha, hogyha picivel, de én is hozzájárultam ahhoz, hogy egy újabb kétharmad maradhasson, tehát hogy esetleg is nem Én azt sikerült... gondolom, hogy igen, ez, ez nagyon fontos kérdés, és lehet látni, hogy mi történik a szomszédban, és lehet látni, hogy hova fajul ez. Tehát Putin Oroszországa az, 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 opportunizmus miatt olyan, amilyen. de ez a szakmádon belül, és a korosztályodon belül is, tehát amikor megjelent Endi Vajna, érdekes módon most, hogy ő már nincs, megint a mihez viszonyítás, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ó, de hát Vajnával még, 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 jobb volt az a, az a filmes éra, mint, mint most, mert hogy esetleg hagyta azokat is lehetőséghez jutni, akik nem az ő ideológiáját képviselték, de te Endi Vajnánál is meghúztad. Igen, azt mert én hat -hat, azt gondoltam, hogy ez csak időhúzás. Igen, én azt gondoltam, hogy ez csak időhúzás. Időhúzás a a szekér egy irányba megy és pontosan az ellenkező irányba, mint amit én gondolok. Tehát nekem tényleg az volt, hogy nekem nem kellett arra aranybili, hogy vér köpjek bele, Ö, inkább kevésből máshogy. hogy, de, de ezt nem. A másik dolog az, hogy az, azért, azért nagyon nehéz ez a kérdés, mert, mert vannak gyerekek. vannak gyerekek, és, és ők, ők, ők fölnőnek valamiben, mutatunk egy szülői modellt, most ez az a modell, amit én mutatok, nagyon sokáig egy ellenállásról szólt. Mutathattam volna egy másik modellt is, hogy nem kell ezzel foglalkozni, figyelj. Az a lényeg, hogy nekünk jó legyen, tehát csak vállald el ezt és csináld meg azt, nem baj, nem kell ezzel foglalkozni. Ez az opportunista vonal. Mind a kettő, amiről beszélek, az feltételez egy felső dolgot mert valamihez képest állok ellent, és valamihez képes vagyok oportnista, és egyszerűen ezek a gyerekek nem tudják megtanulni azt, hogy milyen az, amikor az a ott nincs. Tehát milyen az, amikor szabadon döntök. Nem kell ellenállni, és nem kell valamihez képes gazsulálni. Nagyon nehéz dolog, mert hogyha nem tanulja meg, nem szocializálódik egy szabad közegben, akkor, hogyha elmegy egy szabad közegbe, jönnek ezek az automatizmusok. Arrogánsan. Direkt oponens valaki, ezt látom Nyugat-Európában, amikor egyből észreveszem a kelet-európait. Vagy pedig egyből elkezd gazsulálni. És irritáló. Rendkívül irritáló. És nem tud mit kezdeni a saját szabadság, vagy nagyon nehezen tudunk akkor mit kezdeni a saját szabadságunkkal. És magamon is elkezdtem ezt észrevenni, hogy ez folyamatosan átalakítja a, 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 viselkedés semmet nekem is. Tehát, hogy, hogy már a forgatókönyv megírásakor is valahogy azt érzi, az éreztem mondjuk legutóbb a békédő kapcsán, hogy valamiféle hát, társadalmi reflexiót bele kell tegyek. Ha megnézem, az Volt amerik... is sok. Há, persze, <laughs> hogy nem. bele kell tegyek, tehát hogy, ami az ellenállásról szól. De, de szeretnék úgy filmet hogy ez ne, kelljen, ne, ne legyen bennem ez az indítatás. Igen. Szeretnék úgy filmet csinálni, hogy... hogy Történet hogy... legyen, és ne pedig egy egy korreflexió a, a diktatórikus állapotokra, de, de a, a közvetlen és társadalmi-szociológiai az... problémákra, a, mitúra, a zaklatásra, szóval annyi rétege van a filmnek, igen, hogy... Igen, hogy, igen. Én ezt érdekesnek tartom, meg fontosnak tartom, csak az a baj, hogy unom már. Uh -huh. Unom már uh -huh. ezt. Unom már ezt az attitűdöt... És most más fogok csinálni, persze. Más fogok csinálni, mert unom. <laughs> De ahhoz, hogy ne kelljen garzsulálni neked, nagyon komoly koncepciókat feltételezek, hogy milyen útjaid vannak, mert, mert amikor éppen a filmes a, a kapuk bezáródnak, akkor elindul a színházi, akár még lakásszínházi időszak is, amit tulajdonképpen mind a mai napig élsz és éltek, hiszen a kis alkotóközösségeddel sok helyszínen több bemutatót tartotok, és más is lehet egyébként a te a hozzáállásod és a viszonyod, tehát egy, egy filmforgatókönyvírói magány után hirtelenében találkozol a közönséggel. Egy méteres távolságban bele lehet nézni a tekintetekbe, azonnali a reflexió, azonnali a visszaigazolás, nem úgy, mint egy film esetében, amikor másfél-két évig, vagy akár még tovább előkészítesz egy filmet, és aztán utána pedig nem ülhetsz ott minden este a moziteremben, hogy hald esetleg a kis szuszogásokat, vagy együttlélegzéseket. Tehát ott azonnal a reflex. Igen, ez nagyon jó dolog, és ez nagyon hiányzott is az életemből húsz évig. Tehát én amikor úgy döntöttem húsz évvel ezelőtt, vagy több mint húsz évvel ezelőtt, hogy én nem játszom többet színészként, mert valahogy nem érdekelte ez engem, vagy nem érdekeltem magamat színészként, vagy akkor még én úgy értelmeztem, hogy, hogy, hogy ez, hogy ez rólam szól, és emiatt én ezt így, így leraktam húsz éven keresztül ugye se színházban, se filmben nem, nem játszottam, és akkor a, az utóbbi évekbe kezdtem el újra játszani, és most, most már rájöttem arra, hogy, hogy ez nekem nem erről szólt, nem, nekem pontosan erről, a, erről az érzésről szólt, hogy egyszer csak ott, ott vagyunk egy, 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 térben, emberekkel együtt, és az egész olyan, mint egy rituáli, egy szeánsz, egy meg, egy, alapvetően nekem ez mindig egy ilyen, egy ilyen nagy ventiláció, és, és hozzá tartozik az egészséges egyensúlyomhoz, hogy most, mostantól, mostantól hogy már játszom újra, hogy egyszer mentálisan rendben legyek. Hogy ez történjen meg hétről hétre, hogy én közönség előtt játszom, mert tulajdonképpen az az egyetlen szituáció, eh, ahol én önfeled tudok lenni. Tehát mint a gyerek. Eh, sehol máshol nem tudom ezt az önfeledséget eh, átélni. Rendezőként egyáltalán nem tudom átélni, mert ez egy óriási felelősség, és folyamatosan kontroll és önkontroll alatt tartom magamat, és tartok másokat, eh, mert nem lehet máshogy csinálni. Eh, természetesen a színészetben is van egy kontroll, és, tehát csak, csak nem ilyen fajta, tehát ott tényleg meg lehet, tehát ott tényleg át lehet élni a, a az önfeledtséget, és ezért mondom azt, hogy én szerintem én inkább vagyok színész, mint rendező, mert... Ma már átolódtak az arányok? Hát, szerintem mindig is ha. az voltam. Én mindig is az voltam, színész az attól, hogy nem játszottam, Na de én színész, színész alkat volt. Színész is vagy, rendezed is magad, a, azt a történetet játszátok, amit te filmforgatókönyvíróként megírtál, ezért is egyébként díjakat mm. szépen már begyűjtögettél, tehát a, például a szépernő díjat, mm. és és sok olyan díjat, ami az író Hajdú szabolcsnak szól, hogy ezt a, ezt a szegmest is beemeljük. Igen, szeretem mindegyiket Nem lehet csinálni. ezt elválasztani, ez így igen, un, univerzális. Ez egyben igen. Van, igen, ez egyben van, tehát, hogy én Szerző, uh -huh. igen. Tehát, sok, tehát, színész vagyok, azután inkább szerző, és, és legkevésbé rendező. Tehát én a, azt, azt, arra nagyon ritkán van példa, hogy én, hogy én mondjuk, mint egy szaki, megrendezzek valamit egy megrendelésre egy filmet, tehát sokszor ezt félreértik az én esetemben, és küldenek nekem forgatókönyvet, hogy lehet hogy érdekes, de én nem tudom azt megcsinálni, mert, az, mert én ez nem azért, mert nem érdekel, hanem mert én nem egy rendező vagyok, hanem egy, egy ember, aki a történeteit valamilyen szinten kommunikálja, vagy színházban, vagy filmen, vagy a kocsmában embereknek, ez, ez szinte mindig ugyanúgy történik. 2015 volt az a fordulópont, amikor tulajdonképpen jobban beköltöztetek a színházba, ugye a legendás előadással, az Ernelláék fa, farkaséknál előadással, ami a Maladipe Színház megkeresése volt Balázs Zoltánéktól, és hát azóta is ez egy hatalmas sikerszéria. A színházi előadásból aztán film is készült. Hát ma már kicsit megmosolyogtató az az összeg, amiből például ez a film elkészült. Nem csak ma már akkor is megmosolyogtató megmos volt. Hát persze, hát mennyi is volt annyi csak... 3000 euró, az most nem tudom mennyi, hirtelen nem tudom kis, de annyi. Igen, igen, hát ezt átszámították akkoriban, akkor árfolyam szerint olyan 3 millió körüli költségvetéssel. De hát egyébként nem is keresem készítettétek, az a kamerák mögött azért voltak egy páran, és akkor itt behozhatjuk a, talán a tanító, vagy a pedagógus hajdúszabolcsot is. Hát igen, igen. az a baj, hogy... hogy hogy igen, tök jó lenne mindegyikkel foglalkozni, de egyszerűen ennyit, ennyi minden nem lehet foglalkozni. Szóval a saját tanítványaid álltak, és hát szerintem az, az leg volt, vagy rekord, hogy hány operatőr is jegyez egy filmet. Hát ott 13-an tizen, voltak, az egy metús osztály volt, a Metropolitán Egyetemnek a operatőri osztálya volt, és és pont ö, ilyesmikkel foglalkoztunk a, abban az évben, amikor az Ernelláék megfilmesítésének az ötlete felmerült, hogy, hogy ilyen kétszereplős, egyszerű jeleneteket hogy tudunk ö, kicsit izgalmasabban elmesélni, mint a plán ellen plán. És, ö, és ö, úgy döntöttem, hogy közöttük szétoztom a, a jeleneteket, és mindenki kapott egy-másfél jelenetet, és a, az operatőrök egymásnak segítettek, tehát váltották egymást, Mindenki hozta a saját koncepcióját egyébként a jelenetekre, én mindenkivel külön-külön átbeszéltem ezt. Tehát tulajdonképpen a, a filmben az operatőröknek a saját koncepciói valósulnak meg, tehát én csak így terelgettem azt, hogy hát igen, ez itt, ez itt, ez itt egy picit erős, túl sok, itt ebből vegyünk vissza, tehát így ment végig. Egyébként nagyon uh, harmonikusan. És akkor a legvégén még becsaplak, uh, ők 12-en voltak, és a végén becsap, csatlakozott a Bántócsaba, aki viszont az sf tehát hogy ő egy teljesen más irányból jött, a pótforgatásokra. Tehát ami hiányzott még a filmből, azt ő, ő, ő vette föl, és utána pedig már vele csináltam a következő filmeket. És ha ma összehasonlítjuk, akkor ma. Bizonyos kurzusfilmek, hát, hogykor 6 milliárdból készülnek, most legalábbis itt tart, hát igen, most legalábbis itt igen, tart igen, a igen. Rákai Fili producerségével készülő Petőfi film. Igen. Ugye már ezt hallani, hogy 6 milliárdért, mm. miközben lehet, hogy az a film jött és ment, vagy megy majd, miközben ti már 7 éve egy komplett színházi előadást, egy filmet le tudtatok tenni ilyen költségvetéssel, Lehetséges egyébként, hogy hát a mai technika ugye ott van mindenki zsebében, a mobiltelefonok. A mobiltelefonokkal is már rövidfilmek és magyar rövidfilm sikerek is születnek. Tehát nem feltétlenül van egyenes arányban az odaítélt összeg, és aztán a végeredmény. Ez igen, persze, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ezek a filmek úgy készültek el, hogy nagyon sok ember szívességből dolgozott, tehát nem kapott senki semmit, érte? Ezért próbáltuk úgy ö, megcsinálni, hogy minél kevesebb idő alatt, hogy ne az legyen, hogy hónapokon keresztül dolgoznak emberek ingyen, meg hát a, a, a privát szféra támogatása, magánemberek, cégek azért támogatták, tehát a, a konkrétan elköltött összeg az, 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 annyi, amiről beszélünk. Egyébként a Békéidő című filmnél is ugyanez a helyzet, meg az utána következő, most, most forgattunk két, két, másik filmet, ott is, hogy, hogy azért a, 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 szívesség faktor az, az elég erősen ott van. És ez már, most már így négy film után már nekem egy kicsit Fárasztó, hogy folyamatosan szívességet kell kérjek. Miközben ez visszaigazolás számodra nem. is, hogy szívesen jönnek, tehát elismernek, és rangot jelent egy hajdu szabolcs hát filmjében én, szín, színpadi produkciójában. Hát, jó, hát én nem tudom. Nem tudom ez, de, de én már nem szeretnék visszajelni senkinek sem a, a jó indulatával és a, és a nagy lelkűségével sem. Uh, szóval most már más irányba evezgetünk. Mm. Más irányba evezgetünk. Színházfilm, vagy teljesen más? Hát film, film. film. Igen, mert egymás után készülnek a filmek. <laughs> Évelején éppen a Kálmán nap című uh, színpadi produkcióból készült. Az is egy koprodukció. Igen, tehát az, a két új film, az tulaj, tulajdonképpen ezzel én most lezárok egy korszakot, időszakot magánéletben is, művészileg is minden szempontból. A A 50. Elkészül... születésnap, akkor a, így forduló van, pontosan. pont, ugye? Én ezeket a dátumokat Most nagyon szeretem, legalább. <laughs> igen, nek... Tudod, mihez kötni? Tudom, mihez kötni, igen, leszoktam a dohányzásról, január 1-től, szóval <laughs> vannak ilyen kisebb, apróbb döntések, és vannak nagyobb döntések. És jött a kerek. 50. születésnap, és két jött. új film forgatás. Így is. van, két filmet leforgattunk, mind a kettőre. Ez a Kálmán nap és az 1% indián, ami az Erneláig farkasiknál lal kezdődő ö, trilógiának a második két darabja. Mindegyiket játszuk színházban már évek óta, és elég sokat játszottuk már a Kálmán nap a 130 ö, előadást. Most ja, a Kugler ártban. Ott is játszok a Kuglerben, B32-ben, és a 1 százalék indiánt is nagyon sokszor játszottuk már. Na most mind a kettőből forgattunk egy filmet úgy, hogy a szlovák film alap támogatta meg ezeket. Ö, és Svájc a másik koproducer. Tehát alapvetően ez svájci és szlovák film, magyarul beszélő svájci-szlovák film, igen. És végre nem kell olyan területfoglalási engedélyt kérni, mint mondjuk egy budapesti helyszín esetében is, ahol le kell írni azt, hogy miről szól a film, és akkor utána dönt a hivatalnok, hogy ó, hát ez, ez nagyon reszkíros, inkább nem adjuk meg, és akkor jönnek a B-utak, hogy hol lehet forgatni, akár Erdélyben, vagy akár egy koprodukciós film kapcsán. Hát itt mondjuk Magyarországon helyszíten. forgatunk és ezek is ugye szívességek, ugye az, a Kálmán napot is ugye szerencsénk volt, mert, mert a helyszín és a helyszín a, 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 a házigazdák nagyon, nagyon jó fejek voltak, kedvesek voltak, ahol le tudtuk forgatni, a másikat pedig Antal Józsefnek a villájába forgattuk, ami most üresen áll, Igen. azt rendeztük be, <laughs> ott a, Rákos valahol. <laughs> Úgyhogy ja, ezeket a filmeket uh, uh, csináltuk most, és, és előkészületben van egy, uh, az már teljesen szlovák uh, uh, film. Uh, az nagyobb költségvetésű, az Aha. nagy költségvetésűnek készül. Hát egyébként ez a Kálmán nap, ez kifejezetten a mi az 50 pluszos generációnkról is szól, hogy lehet-e újra kezdeni, illetve hogy. Mit lehet tenni esetleg a, a kiégések ellen? Pont egy ilyen kerek évfordulós előadás, hogy hogy hát akkor hogyan tovább, hogyan, hogyan vigyem a következő ötvenet ideális esetben, vagy hogyan folytatódhat úgy, energiával telve az életem, hogy abban ne legyen kiüresedés. Szóval, hogy, hogy azért ez, ez számodra is a te kérdéseidet is tovább viszi, tovább viszi, Igen, nekem ez egy, egy tanulási folyamat, hogy elkezdek gondolkozni valamin, amiben vagyok. Hát sokan egyébként ezt össze szokták mostni az én magánéletemmel. Nyilvánvalóan vannak benne magánéleti elemek sok, de alapvetően ez egy gondolkodási folyamat. Gondolkozok problémákról, amikben benne vagyok, és akkor ahhoz húzogatok helyzeteket be, vagy, vagy karaktereket a környezetemből, vagy máshonnan, mások által elmesélt karaktereket, vagy, vagy helyzeteket, és akkor a téma köré gravitálódik ez, amikor írom, és ugyanaz van, mint a fehér tenyérnél, hogy nagyon sok mindenről nem tudok, csak, csak, csak érzem, hogy ez, ez, probléma, és erről beszélni kell valahogy, ezért ezekben a történetekben egyáltalán nincsenek megválaszolva feltett kérdések, hanem, hanem meg vannak mutatva a helyzetek, és én azt remélem, hogy, hogy azáltal, hogy szemtanúvá tesszük a nézőt, és ő egy biztonságos Három lépés távolságból tudja ezeket a helyzeteket végignézni, akkor a feltett kérdésekre a saját életében talán elkezdenek látszani a, a, a válaszok, vagy valami uh -huh. egyáltalán. Így, így jobban. Tehát, hogy én nagyon szeretném ezeket úgy végignézni, ezeket az előadásokat, hogy nem tudok róluk semmit. Most már tehát olyan szempontból viszont tud folyamatosan meglepetést okozni, és ezért nagyon jó, amikor, amikor tényleg találkozunk a közönséggel, hogy a közönség érzékenységétől függően a hangsúlyok a történetekben sokszor tudnak egészen máshova kerülni, mint ami, tehát hogy fel tud fedni rétegeket a közönség a reakciójuk nem által. Nem akármilyen rétegeket, mert ja. elviszitek, és nem tudom, hogy ezt kiszéllásítitek-e a közeljövőben, de jártatok például elritóknóráiknál toldon is. Tehát Igen. egy nagyon-nagyon szegény leszakad, leszakadó régióban, vagy, vagy olyan, olyan neurologikus pontokon, mint addiktológiai osztályokon Igen. például. Tehát, hogy nagyon széles az a társadalmi közeg, akikhez már elvittétek, és akikhez feltehetőleg még elviszitek az előadást. Tehát nagyon is meg tudod te már azt érezni, amit a jelenlegi politikusaink még nem, hogy jó, jó napot kívánok, hát nem értem a vidéket, és, és hol, hol van ez a Budapesti vidék közötti konfliktus? Te már tulajdonképpen a válaszaid művészileg megvannak, hiszen ezekbe a szemekbe már belenéztél Toldon is, tehát, és gondolom, hogy az előadások után, a beszélgetések, a, a, a személyes találkozások, azok, azok megfogalmaznak benned válaszokat, hogy milyen igen, is ez a mai Magyarország. Igen, én nagyon sokat tanulok ebből, ebből e, folyamatosan, és és hát nekem mindig, tehát, hogy mindig kell egy metafora, vagy egy koncepció, egy metaforikus koncepció, hogy, hogy ezt hitte vagy lelkesedéssel tudjam csinálni. Például egy ilyen missziószerű dolgot, hogy lemegyünk vidékre és játsszuk az előadásukat. Vagy például az Ernelaik Farkaséknál című filmnek a lakásvetítés sorozata. Tehát ott száznál több Lakásba lakásban ment, be, mentünk ittétek, be igen. és vittük el, és tényleg mindenfel az országban hogy a Mario Vargas Llosa-nak van egy ö, ö, ilyen kis regénye, ami a, aminek az a cím, hogy a beszélő, és ö, nekem ez egy ilyen irányt adott ö, ö, a, az abban ö, felmerülő ö, történet, hogy ö, ott a, a latinamerikai őserdőkben él egy indián törzs, akik menekülnek, tehát folyamatosan vándorolnak az őserdőben, mert, mert nem akarnak találkozni a fehér emberrel. Tehát kis csoportokra uh -huh. oszlanak, és több száz kilométert járnak be, és ez egy nép, és egy ember tartja közöttük a, a, a kapcsolatot, ezt úgy hívják, hogy a beszélő. Ez eltölt az egyes csoportokkal bizonyos időszakot, felszívja a történeteiket, és amikor úgy gondolja, hogy mennie kell, akkor elindul, megy 100-200 kilométert, megtalálja a másik csoportot, és amikor megérkezik, aznap este elmeséli a történeteiket, amiket ott látott. És ezáltal azok az emberek megerősítést kapnak, hogy nem csak velük történnek rossz dolgok, vagy ilyen vagy olyan dolgok, példákat is, látnak, hogy itt és ott hogy oldottak meg dolgokat. És valahol én elkezdtem azt érezni, hogy ez a beszélő pozíció, ez, ez most nagyon szükséges itt Magyarországon. Tehát izolálva élünk, szigeteken élünk, csak aki, hogyha a két legnagyobb szigetet nézzük, Budapest és vidék, ezek között valamiféle hidakat vagy kapcsolatokat tudunk ezekkel a kis történetekkel csinálni, és azon belül pedig a, a hogy mondjam, a városon belül sok-sok-sok kicsi sziget van. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy, hogy a, a művész belül a színházi emberek nem járnak moziba, akik filmesek, azok nem én járnak azt színházba. Látom, igen, az írók csak akkor mennek el színházba, hogyha az ő darabjaikat játsz, meg van az, az, színhá... az én színházam, és csak oda csak járok. Oda járjuk, és 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 egyébként barátaim játszanak máshogy, de miután abban a színházban játszik, ezért oda nem megyek el. Igen, szóval, igen. Igen. És ez valahol, mit tudom én, természetes is, mert az ember nem tud ezer felé szakadni, és tehát aki meg alkotó, az meg alkotó, és, és azzal foglalkozik, meg gyerek, család, tehát nehéz is ezt megoldani, hogy esténként. De ezt tény, hogy, hogy, hogy nincsenek nagyon átjárások, és mi legalább egy megpróbáljuk ezeket átkötögetni. Tehát teszünk erre kísérletet. Igen. És egyébként a te generációdon belül megvannak még ezek az úgymond madzagok, hogyha idézhetjük hmm. ugye az egykori főiskolai, egyetemi kortársakat, mert hogy te azért a filmes, hol nagy, hol kis generációnak említik ugye azt a Simó Sándor legendás osztályt, amiben te három évig jártál csak, tehát nem mm. jártad végig, Igen. de azért hát olyan osztálytársaid voltak, mint a legendás török törökferi, ugye Moszkva filmrendezője, tehát a rendszerváltozás gyermekei filmrendezői vagytok, ezek a kapcsolatok, ezek, ezek megmaradtak? Figyelitek egymást napi szinten, vagy heti szinten kommunikáltok? Gratuláltok-e egymásnak? Hogy látod? Hát én vagyok... Ne ábrándíts ki! Hát én vagyok szerintem az, aki egy leg, leg, leginkább ilyen outsider. Én, én nagyon ritkán találkozom a, a, a régi osztálytársaimmal, Szinte csak ilyen munka kapcsán, tehát mm. mit tudom én, a páfi Gyurival találkoztam legutóbb a filmtett táborban, amit ő, ő vezette a, színés, a, a rendezőcsoportot, én vezettem a... a, a színészcsoportot csoportot, és, és akkor nagyon-nagyon jó ö, együtt lenni, vagy török ferivel betítéseken találkozunk, és akkor hosszan beszélgetünk, és mindig megbeszéljük, hogy hú, jobb lenne többször találkozni. Vagy a Miklózis is Bencével például mm. most legutóbb a Besugónak a forgatásán találkoztam, mert ő rendezett engem, mint színészt. Tehát így, mm. így, én így találkozom az emberekkel, de nagyon-nagyon, én tényleg nagyon-nagyon sokat dolgozom, és ö, és euh, így pont január 1-én döntöttem el, hogy még a, az esti kocsmázás kocsmázásokat sem tudom megengedni. Úgy értem, hogy előadás után ott maradni és meginni egy sört, ugye nem tudom megengedni magamnak, mert hogyha egy ilyen este kiesik, akkor már lehet, hogy borul minden. Hm. Euh, Nagyon következő. fegyelmezetten, éled, Nagyon éled a, fegyelmezetten kell be, betartanom, mert, mert rengeteg dolog torlódott most össze. Mondom, rossz szervező vagyok, és. és és rámomlik, rámomlik, hogyha nem figyelek oda. Hát most, most nagyon éles határpont hmm. ez az ötvenes. Hmm. Én a tavalyi esztendőben köszöntöttem Török Ferit, most kicsit megkésve téged, és azért nyugtass meg, hogy azért maradt filmrendező az országban, mert hogyha egy egyel fölöttetek lévő filmes generációt nézek, és gyors leltárt veszek, akkor Enyedi Ildikó, Külföldön, és hát látjuk az ő filmjeit, amiben hát azért ma magyar színészt keveset látunk, de Szász János is ugye most indult hát útnak. a filmrendező, de nem tudnak dolgozni. Akkor meg, akkor meg mi van minek? Tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási pazarlás, ami itt történik. Tehát egy ilyen kicsi országnak a legnagyobb értéke az az, az, az hogy a, te, a tehetség, hogy a tehetséget hagyni így lehullani, az egy óriási pazarlás. Fel fogják szippantani más, mások, más, más, országok. Ez történik folyamatosan. Mert a munka és a hív az, az, benned van, bennetek van, és mm -hmm. a ő bennük is van. Tehát valahol annak ki kell törnie, és... Hát vagy pedig elmegy egy másik irányba, sajnos ilyen is nagyon sok esetben meg az történik, hogy, hogy elfárad, elfárad az ember, és feladja és a feladásnak uh -huh. a legrettenetesebb formái következnek. Vagy vagy, vagy, vagy higul, és hígul, esetleg nem. televízió, televíziós sorozatok vannak közöttük, uh -huh. azért jók is, de de valahol az már az már egy napi rutin, és gyakorlatilag egy verkli egy, egy gyár, és az alkotói fantáziát és szabadságot, az, az azért jelentősen... Ez más országokban lehet, is nyilvánvalóan megvan, aki nem jut olyan lehetőséghez, hogy egy hogy, adott hogy, hogy pont az, hogy meg tudjon élni, be kell vállaljon ilyen olyan munkákat. De itt azért nem erről van szó. Itt ez extrém. Ez, 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 ez annyira extrém, hogy, hogy majd csak akkor fogjuk ezt igazán látni, amikor elmúlik, hogy mennyire extrém világban élünk most. De dolgozzon akkor legalább közben a forgatókönyvíró is, tehát ezeket a jelenkori állapotokat, milyen jó lenne majd beledolgozni a későbbi filmekbe, amikor már esetleg egy kicsit szabadabb, felszabadultabb légkörben dolgozhat a rendező. Nem kell a gyártásszervezéssel foglalkozni, vagy legalábbis nem lesznek olyan kompromisszumok, amelyek vállalhatatlanná tesznek filmeket. Tehát legalább az író ilyenkor, ilyenkor egy picit raktározzon. Vagy, hát vagy én azt csinálom folyamatosan, én azt csinálom csinálom, és mondom, most készítünk elő egy, egy, nagy filmet, ami nyilvánvalóan reflektál arra, ami történik itt körülöttünk, de, de próbálom valahogy újra felszippantani, és, és átélni, és utána pedig megmutatni a, a szabad a szabadságot valahogy. Na, ez jó, ez jó. Tartson fiatalon, mert egyébként egy kamaszos tekintetű fiatalemberrel beszélgettünk itt az 50-en túl is, szabolcsal, Ezt majd képileg is bizonyítjuk, akik YouTube felületeinken néznek bennünket, hogy hogy ennek képi megörökítéséről is gondoskodtunk. Nagyon szépen köszönöm. Én a következő 50-hez töltsük következő. ezt ki. Követ... Nagyobb nem követ... száz évig élt. Na, hát akkor De ez hát egy ő... Más. Szóval, hogy a következő 50-ben azért én sok további színházi és filmes lehetőséget kívánok, és most egy kicsit melankólikusabb, de reális beszélgetést hmm. folytattunk. Folytassuk ezt egy kicsit vidámabban majd a következő okay. találkozásnál, minél előbb. Hajdú Szabolcs volt az ötös vendége. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást.